A finn filmnapokkal folytatjuk műsorunkat, és ebben lesz segítségemre Bogdán Lilla, a finn Agora ügyvezetője, és Maril Jokkoi, a finn filmnapok szervezője. Sok szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióban. Köszönjük szépen. És ahogy az egyik vendégünknek a nevéből kiderült, finn eredetileg, így Bogdán Lilla lesz a segítségemre a fordításban. Igen, nagyon szívesen. Először is az érdekelne, hogy mi volt most a fő irányelve, ha jól tudom, 8. alkalommal rendezték meg a fesztivált, mi volt most a fő koncepció? Igen, tehát most azt gondoltuk, hogy az lesz a koncepció, hogy olyan sokféle ember van, olyan sokféle ízlés van, olyan sokféle film van a filmgyártásban is, hogy most azt találtuk ki, hogy sokféle filmet hozunk. Arra fogunk koncentrálni, hogy minél többféle film legyen, és minél többféle embert találjunk meg. Egyfajta válogatás? Persze, ez mindig válogatás, tehát mindig a 2017-18-as évek terméseit, tehát az előző és amíg az előtti év terméseit válogatjuk, és 20-25 filmből válogatunk ki 9-et azok közül, akik már nemzetközi fesztiválokon bizonyítottak mindenféle elismerésekkel. Ha jól tudom, van rövid film, dokumentumfilm, illetve még más alkotás is. Játékfilmek. Ez is koncepció volt, hogy többféle műfajban? Igen, igen. Mindig gondolkodunk azon, hogy éppen az adott évben mi legyen a fókusz, de ugye említettem, hogy sokféleség van, úgyhogy most hoztunk dokumentumfilmet, játékfilmet és rövidfilmeket is. Tehát igazából fölöleljük a teljes gyártási spektrumot, hogy mi mindent gyártanak. Mit lehet tudni a filmekről, amiket vetíteni fognak? Mit a Moira Theater lefolyta? What can we do about the films? What can we know about the films? Yes, we have chosen different type of films for different type of audiences, and the opening film is called Heavy Trip. Mm-hmm. Yeah. Szóval, hogy sokféle, ő is azt mondja, hogy sokféle filmet válogattunk össze. A nyitó filmünk a Heavy Túra címmel. And it is a feel-good movie about a Finnish heavy metal band who has never played a gig, and then they decide to have their first gig in the biggest heavy metal festival in northern Norway. And they do a crazy journey, but it's not only for heavy metal fans, it's for all people who want to achieve their dreams. Ez egy életérzés film, egy észak-finnországi sufni metal zenekarról szól, akik kitalálják maguknak, hogy ők már pedig az észak-európai országok legnagyobb metal fesztiválján fognak fellépni, és arról szól a film, hogy hogyan érik el ezt az álmukat. And then other films, we have two documentaries about, the other one is about people who have their own companies. Entrepreneur by Virpi Suutari, and it shows what it's like to also to achieve your dreams. And then we have the other documentary about the artist doing burlesque, and that's kind of like freedom and being yourself. And then we have award-winning short stories, and I would really recommend that one because there's all types of stories in that screening. Mm-hmm. Lesz két dokumentumfilmünk, az egyik az a vállalkozásokról szól. Két filmvállalkozó követett egy dokumentarista, Virpi Suutari, és azt mutatja meg, hogy milyen egy üzleti vállalkozásban az álmodat realizálni, létrehozni, és a másik pedig, amit még nagyon tudnék ajánlani, az a rövid film válogatásunk, mert az különlegesen nagyon, tehát olyan filmek fognak ott megjelenni, amiket Magyarországon nagyon ritkán lehet látni. És hogyha jól tudom, van egy film, amit vetíteni fognak, az pedig a műkincsekről szól. Igen. Erről mit lehet tudni? We have a movie which is about art, you know, that last deal? Yes, it's called One Last Deal, and it is directed by Klaus Harrer, and the premiere of that film was in a Toronto International Film Festival, so it has already been well taken by international audience, and we are expecting also Hungarians to like it. The style of Klaus Harrer is kind of classical, and the screenwriter of that film, Anna Heinema, is also coming to the festival, so this is very special event for the Hungarian audience. Igen, ez azért is különleges lesz majd ez a film, mert Klaus Harrer, aki rendezte ezt a filmet, ő egy klasszikus filmrendező, tehát ő egy igazán klasszikus stílusban rendezi ezt a filmet.
Egyébként ez a film a Torontói Filmfesztiválon mutatkozott be, és nagyon nagy sikert ért el, tehát ott egy díjazott filmről van szó. Sőt, ezzel a filmmel kapcsolatban ennek a filmnek a forgatókönyvírója is vendégünk lesz a fesztivál alatt, és tart egy mesterkurzust a forgatókönyvírásról azoknak a szakembereknek, akit ez érdekelhet. Ez szintén a filmnapoknak a része? Igen, igen, ez a filmnapoknak egy mellékprogramja, hiszen a fesztivál során mindig törekszünk arra, hogy ez ne csak egy filmvetítés sorozat legyen, hanem legyenek olyan események, például szauna, most mobil szauna lesz a Toldi mozi előtt, ami egyrészt valami unikális, amit egyébként nem tapasztalnak meg az emberek. Jellemzően, ha valaki moziba megy, akkor nem ugrik be előtte szaunázni, itt most lesz erre is lehetősége. Hogyan kell elképzelni ezt a mobil szaunát? Ez kint lesz a kültéren? Igen, ott lesz a Bajcsi Zsilinszky úton. Hát úgy kell elképzelni, hogy ez egy lakókocsi, nem lakóautó, hanem lakókocsi, ami belülről ki van alakítva szaunának, és egy olyan 5 férőhelyes szauna. Úgyhogy idefele jövett, pont azt beszéltük Marival, hogy azt fogjuk csinálni, hogy a Facebook kampányunk részeként meghirdetjük, hogy aki valami nagyon ügyeset posztol, vagy valami nagyon érdekli, akkor őt meghívjuk ebbe a szaunába, és mondjuk egy rendezővel, vagy egy színésznővel, akit szintén meghívunk, szaunázhat egyet. És a szaunántól milyen más programokkal várják még a közönséget? Ugye minden filmvetítés után kapcsolódik ezekhez egy beszélgetés az alkotókkal. Ez hagyományos, tehát ez a filmnapoknak része, hogy minden filmvetítés után van egy kérdés-felelet szesszió, vagy rendezővel, vagy színésznővel, vagy forgatókönyvíróval, vagy bárkivel, aki az alkotási folyamatban részt vett. Idén lesz egy olyan kerekasztal beszélgetés, ami a kreatív csapatnak, meg a kreatív folyamatnak a csapat munkájáról szól. Ahogy említettem, lesz ez a mesterkurzus a forgatókönyvírásról, és most így hirtelen a szaunán kívül más nem is jut eszembe, de ilyen programok lesznek még ehhez kapcsolódó. Jaj, de hogy nem, fontos, majdnem elfejtettem. 7-én, tehát ugye 6-án indul a filmnapok, 7-én egy metal koncert lesz az Ajtós időrel soron. A Heavy Túra filmünkhöz kapcsolódóan meghívunk egy igazi finn metal zenekart. És említették, hogy azért vannak, érkeznek nagy nevek is Finnországból. Már van egy neve a finn filmnapoknak, azért így akár így Európa szinten, meg Finnországban is? We have mentioned that there are many guests are coming from Finland. Can we say that our Finnish Film Days is already having a renommé, so that Finnish people, Finnish creative people are coming and visiting to our festival? Yes, when we have been choosing the films and inviting the people, and when we have been calling them, they are very happy and very pleased to come to Hungary. So. Igen, elmondhatjuk, hogy most már a 8. alkalommal, ahogy meghívjuk ezeket az alkotókat, vendégeket, szakembereket, nagyon örülnek és nagyon nagy örömmel jönnek Magyarországra. Mi az, ami változás a tavalyi filmfesztiválhoz képest, így akár tehát a téma is, témában is kérdezem, meg akár másban? A legnagyobb változás az szerintem az, hogy a nyitó filmünket, a Heavy Túrát, azt ugyan mi kaptuk meg a lehetőséget, hogy premier vetítsük itt Magyarországon, de még nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de az a széles közönségnek is látható lesz. Tehát az nagy újdonság, hogy a Hungaricom nevű forgalmazó cég az ezt a Heavy Túra filmet lefordítatta, tehát nem alámondásos, nem feliratos lesz, mint ahogy mi szoktuk, tehát nálunk minden film magyar és angol nyelven feliratozva van, hanem ők valójában szinkronizálták ezt a filmet, és így akkor egy nagyon nagy, széles közönséget ér el, az összes moziban látható lesz pár hét vagy pár hónap múlva filmnapok után. A többi film az pedig mind el lesz látva angol vagy magyar felirattal? Minden film magyar és angol felirattal szerepel a fesztiválon. És mi a tapasztalatuk egyébként, hogy mennyire vonza a magyar közönséget, mennyire jönnek a filmnapokra? Most már 2-3 éve minden jegy el szokott kelni, úgyhogy most már helyszűkével is küzdünk, és néha az a kérdés, hogy egy-egy filmet kétszer is le kéne vetíteni.
de időkorlátok vannak, úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy időben vegye meg a Toldi moziban, vagy a Toldi mozinak a honlapján a jegyét, mert ezek egyszeri lehetőségek lesznek. És ha jól tudom, az utolsó film az pedig a Csodaország lesz, ami lezárja az egész fesztivált. Igen. Mit lehet erről a filmről tudni? What can we know about Wonderland, which is the closing movie of the festival? Yes, we have Wonderland is directed by Inari Niemi, and she's a female film director, and we are very happy to have films made by men and women in the festival, kind of like equal amounts. And it's a there is not only one main character in the film, but there are like three women who are choosing or making choices in their lives, and it's a very warm film, and it happens during the Christmas, so all the fans of Finnish Christmas, they can see what is like a real Finnish Christmas. Ezt a filmet Inari Niemi rendezte, és nagy örömünkre szolgál, hogy ebben a válogatásunkban is szinte ugyanannyi a női alkotó, mint a férfi alkotó, tehát sok női rendező filmje bekerülhetett a válogatásunkba. Ennek a filmnek nem egy főszereplője van, hanem két hölgy a főszereplője, és ez karácsonykor játszódik, a finn karácsony, a finneknek nagyon fontos ünnepe a karácsony, és hát arról szól a film, hogy két hölgy milyen döntéseket hoz az életében, új döntési helyzetekben milyen döntéseket hoznak. Úgyhogy ez is egy izgalmas film lesz. Több alkotásról beszéltünk már, van-e még esetleg olyan film, amit még kiemelne? Is there any other movie which we would like to talk about? There is, on Saturday evening we are showing a film called The Violin Player. Mm-hmm. And it's a drama film. And the director, Paavo Westerberg, is one of our guests, and he will be there for Q&A after the film, so I recommend. And that is also a film that has been screened in international film festivals, so audiences outside of Finland has really loved the film. Én még javasolnám, vagy ajánlanám a szombatesti filmet, a Hegedűst, amelynek Westerberg nevű rendezője szintén itt lesz. És hát ugye kérdezhetünk, meg beszélgethetünk vele. Ez is egy nagyon szép és lírai történetű film, úgyhogy még ezt javasolnám azoknak, akik ilyen érdeklődésűek. Még az érdekelne, hogy a 8. alkalommal szervezik meg ugye a rendezvényt, hogy milyen hatással van ez a magyar-finn kapcsolatra? Volt ennek bármilyen visszajelzés vagy kihatása? Hát a mi célunk az mindig az, hogy legyen hatása a magyar-finn kapcsolatra. Tehát nálunk mindig az a fő cél, és ezért szervezzük a rendezvényeinket, hogy azt a modern Finnországot, azt az új Finnországot megismertessük a magyar közönséggel, vagy egy más rendezvény kapcsán a magyar szakemberekkel, amiről ritkán hallunk. Tehát az 1000 tó országa, 188 ezer tó, a 2 millió szauna, ezeket úgy nagyjából ismerjük, de azt az új Finnországot, ami a kreatív, ami most a legfrissebb, hogy hogyan van jelen Európában, erről nem sokat hallhatunk szerintem, úgyhogy itt a lehetőség egy kicsit megismerni azt az egészen különleges, sokszor teljesen más nézőpontokból a világot vizsgálgató kultúrát, ami a finn kultúra. Igen, ez érdekes, amit mond, mert tényleg vannak egy-két ilyen úgymond közhelyek, vagy amit általánosítunk a finnekkel, de ennél sokkal gazdagabb kultúra mögöttük. Sokkal mélyebb, persze, persze. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ide a stúdióba, és sok sikert kívánok a finn filmnapokhoz. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.